nagy tiszteletű ura! Nagy Sándor József tábornok seregét szinte összeroppantotta az orosz túlerő. És már elindultak a muszkacsidások Debrecenbe is. Ezért is húzattam meg a harangokat. Mi lesz most velünk, nagy tiszteletű uram? Erre csak Isten válaszolhat. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mert az ő fülét felén fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem. Nyomorúságba és ínségbe jutottam, és az Úrnak nevét segítségül hívám, kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet. Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas. Ne álljunk meg, nagy tiszteletű uram! Ne álljunk meg! Nem hallja, nagy tiszteletű úr! Szaporázzuk! Megérkeztek a császáriak is, tisztek, bírák, hivatalnokok, sőt, Paszkijevics herceg, az orosz csapatok főparancsnoka is a városban van, és vele van hűvazalusa, a Zicsi Ferenc gróf is. Menekülj, amíg nem késő. Meneküljek? Gyáván, mint a kővel meghajított ebb? Erre akarsz engem rábeszélni? Zicsi gróf, téged gyűlöl a legjobban, tőle nem várhatsz kíméletet. Mástól sem. Hallgass rám, Mihály bátyám, a zempléni hegyekben meghúzhatnád magad. Persze. Amíg egy áruló kígyónyelve ki nem sziszegi a rejtek helyemet, hát még mindig nem érted, Antal? Isten engem ide vezérelt. Itt kell őt szolgálnom. Hogy érzi magát, kedves apám? Mint akinek kitépik a szívét.
döntöttem, és nem tudom, hogy jól tettem-e. Nagy bajt hozhatok rátok. Bocsássa meg Isten, hogy őrlődöm. Ne őrlődjön, kedves apám, meg leszünk itt. Jankám, gyermekem, te vagy a legidősebb. Vigyázz a testvéreidre. Emlékszem, tavaly októberben indult a debreceni nemzetőrség az aradi frontra. Milyen büszke voltam. Nagyon vártuk a híreket. Írtak is kedves apámról. Könyves Tóth Mihály hazafiúi tűzzel és lelkesedéssel bátorította a honvédeket. Nagyon csöndben van, kedves apám. Megbánta. Miért bántam volna meg? Csak mert olyan szótlan. Édesanyádra gondoltam. Mindent vele beszéltem meg. Ameddig el nem veszítettük. Te, Janka, emlékszel még az esküvőnkre? Csak arra emlékszem, hogy esett a hó. Meg hogy elhalt édesapám helyett kaptam egy másikat. Kisgyerek voltam még, miért kérdi? Nagyon boldogok voltunk. És téged is úgy szerettelek, mint a sajátomat, csak tudod, attól tartottam, hogy nem fogod majd visszanozni. Ez meg se fordult a fejemben. Kedves apám nagyon sokat foglalkozott velem. Talán még többet is, mint a testvéreimmel. Beavatott még a legbensőbb titkaiba is. Magától tanultam a hazaszeretetet. Hitet adott nekem. Elszánta voltál még nálam is. Emlékszel, Petőfi bármikor csak megjött hozzánk, már az ajtóban téged kérdezett, hol van az a radikális lány? Gúnyolódott ezzel. És éppen Petőfi. Ő inkább virágoknak látja a nőket, mutatósaknak, meg illatosaknak. De arról elfeledkezik, hogy a rózsának tövise is van. Elég, te még mindjárt belemelegszel. Összeszedtél mindent, amire megkértelek? Itt vannak egy csomóban. Akkor a tűzre velük. Apám! Nem lenne jó, hogyha ezekre rálelnének. Tán csak nem fáztok nyár derekán. Odakint egyre zordabbá válik az idő. Hagyjuk a képes beszédet, Miska bátyám. Nem várhatsz tovább. Szóltam a kocsisodnak, hogy fogja be a lovakat, fél órán belül indulnotok kell. Mi joggal rendelkezel te helyettem? Mihály bátyám, talán nem hallottad, amit mondtam? Menekülj! És mit mondanának az emberek? Hogy ez a pap csak addig volt bátor, amíg maga mellett tudta Kossuthot meg a honvédeket? Amikor már csak Istenre számíthat, inába szállt a bátorsága. Érted már, Antal, hogy miért kell maradnom? Akkor ezeket miért üzeled el? Vidd magaddal a börtönbe is. A családomért teszem. Tiszteletes úr! Könyves Tóth Mihály? Az vagyok. Ön ettől a perctől kezdve a foglyunk. Itt az elfogató parancs. Meg kívánja tekinteni? Nem szükséges. Kedves apám! Janka! Janka! Fiúk, jól van, gyerekek, jól van, minden rendben lesz. Hova megy édesapám? Messzi útra. Áldjon meg benneteket az Isten. Majd imádkozom értetek. Ezeket magammal vihetem, nem de? Természetesen. Akkor mehetünk is, uraim. Azt hiszem, valamiről megfeledkezett. Miről?
Ha már így esett, sorolják ezt is a bűneimhez. Kisasszony. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Hova megy édesapám? Ettől a perctől kezdve a foglyunk. Könyves Tóth Mihály, látogatója érkezett, Szoboszlai Pap István püspök úr. Engedélyeztem, hogy bejöhessen. Arany Sándor vagyok, várnagy, a városháza felügyelője. Egyébként meg volt elégedve a fogadtatással? A Kossuth notára gondol, várnagy úr? Igen, arra. Bizonyította a rebellióban kivívott népszerűségét. Nem véletlen, hogy kegyelmet itt a fogházban más megítélés alá esik. Ugyanolyan fogoly vagyok, mint a többi. Hát nem egészen. Kegyelmedet Zicsi gróf úr ő excellenciája tartja nyilván, az ő utasításait kell követnünk. Vagyis? Kegyelmet külön zárkába kerül. Napi sétáit is egyedül végzi. Zicsi gróf úr szerint önt izolálni kell a többiektől, mert kegyelmed olyan személy, aki még a kihűlt parazsat is képes lángra lobbantani. Itt a börtönben? Itt is. A családtagjaim meglátogathatnak? Találunk rá módot. Egyéb kívánsága? A könyveimből szeretnék néhányat behozatni. Rendben, de azokat előbb látnom kell. Miska! Kedves öcsém, gondolhattál volna olykor rám is. Nem tegnap óta ösmerjük már egymást. Mondhattam volna én neked bármit. Nem tudtál zablát tenni a szádra. Nem tudtam. És nem is akartam. Csak azt tettem, amit a szívem diktált. Jobban jártál volna, ha az eszed diktál. Ifjú korodban még hagyján, de te fáklyád lobogott a reménytelenségben is. És fel is fény lett körülöttünk a világ. Joggal hihettük, hogy végre túl vagyunk a sötétségen. És most? Mi van most? Később se csendesültél meg. Kossuth papja voltál, elmondhatod magadról. De mi az eredmény? A kormányzó külföldön, te pedig itt ülsz a tömlöcbe. Ha ez a fő bűnöm, boldogan vállalom. De minek is köszönhetem ezt a gyors látogatást? Szeretném elérni, hogy Zicsi gróf személyesen hallgasson ki. Ugyan már mi értelme lenne? Zicsi gróf mindent tud rólam. Lehetséges, de ebben az esetben az a fontos, hogy te magad mit mondasz neki magadról. Hogy érti ezt István bátyám? Először is. Ha kihallgatásra mégy a grófhoz, észnél légy, mit beszélsz. Másodszor jussanak eszedbe Krisztus szavai, íme most elbocsátalak titeket, mint juhokat a farkasok közé, de legyetek azért okosak, mint a kígyó, és szelidek, mint a galambok. Miska, ne vidd magaddal az indulataidat. Kegyelmes uram! Szoboszlai Pap István püspök úr kihallgatásra jelentkezik. Kéretem. Jó reggelt, gróf úr! Köszönöm, hogy soron kívül fogad.
Nem tesz semmit. Köszönöm. Mit óhajt? Jó barátom és tanítványom Könyves Tóth Mihály ügyében jöttem. Pontosabban? Szeretném, ha őt is személyesen kihallgatná. Nagyon értékes, művelt, okos ember. Egyedül gondoskodik 5 gyermekéről, beteg édesanyját is ő látja el. Nem szabadna hagyni, hogy egy ilyen tartalmas élet kárba vesszen, nem beszélve az utódairól, akiket a hazának nevelünk. Na és melyik hazának? A magukénak, vagy a miénknek? Csak egy haza van, és a magyarnak Magyarország a hazája. Na és melyik az az egy? A császárság biztonságos kötelékéből elszakadni kívánó kalandorok hazája, vagy azoké a józan megfontolt felelősségteljes embereké, akik nem ülnek fel mindenféle lázító beszédnek. Nem hajszolják bele a népet kilátástalan vállalkozásokba. Kegyelmes uram! Miért lett volna kilátástalan? Mert épesző ember beláthatta volna, hogy a magyarságnak csak az egyik fele kívánta ezt az önállóságot. Az igaz hazafi. Önálló Magyarországot szeretne, kegyelmes uram. És ki az igaz hazafi? Aki el akart szakadni a Habsburg birodalomtól, és éppen ezzel hagyta volna veszni hazáját? Akinek annyi realitás érzéke sincs, hogy ezzel bajba sodorja az egész nemzetet? Kegyelmes uram, mindenki a legjobb szándékkal. A legjobb szándékkal? A maguk Kossuthja, aki leárulóz minket, aki idegen, gonosz tanácsosoknak, a haza hálátlan fiainak, hitszegőnek nevez minket? Aki azt mondja, úgy szól a néphez, mintha Isten előtt állana? Maga a pap? Maga szerint hogy fog elszámolni Isten előtt ezzel a kalanddal? Ezen magam is sokat gondolkodom, kegyelmes. Gondolkodhat is. De most már késő. Hamarabb kellett volna, püspök uram. Igaza van, de nem árt azért végig gondolni tetteink következményeit, kegyelmes uram. Éppen ezért vagyok én itt. Bementem Könyves Tóth Mihály cellájába, és elmondtam, hogy kérni fogom kegyelmes uramat, hogy hallgassa ki őt. Nagyon sok víz lefolyt azóta a Dunán, kegyelmes uram. Ha jól értem, arra kér, hogy legyünk engedékenyebbek ellenségünk csatlósával. Nem csatlós. Ember. Családapa. Kegyelmes uramnak is van családja. Hagyjuk a családot, erre ne hivatkozzon. Akkor nem volt fontos a családja, amikor Kossuth mellé állt? De azóta talán átgondolta az egészet. És? Mit vár tőlem? Csak azt, hogy hallgassa meg. Rendben van. De csak azért, mert maga járt közben érte. Köszönöm, kegyelmes uram. Püspök uram! De jól készítse fel. Mit mondjon majd? Igenis, kegyelmes uram. Vendége jött, nagy tiszteletű uram. Ma nincs látogatás, de egy percet azért kapnak. Azért hozottam ide kegyelmedet, hogy mégse a cellában fogadja. Kisasszony, bejöhet! Janka! Kedves apám! Hoztam könyveket is. Az jó. Janka, mit hoztál te nekem? Pázmány Péter, Szent Ágoston levelezései. Igen, gondoltam, könnyebben elcsúszik köztük egy csokonai. Viszont kárpótlásul behoztam ezt is. Nagyon ügyes vagy, köszönöm. Mesélj a fiúkról, hogy vannak. Sándorkát Antal bácsiék vették magukhoz. Kálmán és Miska Hajdúnánásra kerültek Pénzes József rektor úrékhoz. Jó. Sámuelt pedig Gyenge András nagy tiszteletű úrék fogadták be Hencidán. Köszönöm, mondd meg nekik. Nagyanyád? Be akart jönni, de megint kiújult a csúza. Nehezen jár, gyakran fekszik is. Jobb is, hogy nem jött be. Legalább nem lát így bezárva. Ne higgye, hogy ez a látvány elgyengítené, kedvesapám. Valamennyünk közül ő a legbizakodóbb. Váltig azt hangoztatja, hogy ki fogják engedni kedvesapámat, mert igaztalanul tartják fogva. Nagy tiszteletű úr! Menned kell, lányom, nagyon örültem neked. Még egyszer mindenkinek köszönöm, amit értünk tesznek. A fiúknak pedig üzenem, hogy jó magaviselettel hálálják meg a gondoskodást. A nagyanyádat pedig nyugtasd meg, hogy türelemmel viselem a bezártságot.
Excellenciás uram, könyves Tóth Mihály államfoglyot parancsára előállítottam. Köszönöm, hagyjon magunkra. Gondolom azzal tisztában van, hogy ezt a soron kívüli kihallgatást Szoboszlai püspök úrnak köszönheti. Igen, tisztában vagyok vele. Feljebb valója ugyanis biztosított arról, hogy a levert lázadás óta ön már másként tekint az abban betöltött szerepére. Így van? Bizonyos értelemben igen, de ez inkább lelki természetű. Lehet, hogy egy kívülálló meg sem értené. Azért csak próbálja meg. Hát, ha én megértem. Nem hinném, hiszen excellenciád a másik oldalról nézi a történéseket. Onnan pedig másképp látszik minden. Vagy éppen innen látszik tisztábban, hogy önök meddig merészkedtek a törvényes rend széttiprásában. És ne akarjon itt lelki okokra hivatkozni, mert az mellébeszélés. A tényekkel nincs mit hadakozni. Kegyelmed azért van itt, hogy mielőtt az ítéletre sor kerül, alkalma legyen megbánni és elítélni a rebellióban kifejtett tevékenységét. A büntetés így sem marad el, de a legsúlyosabbra talán nem kerül sor. Tehát azt kéne megtagadnom, ami eddigi életem legfényesebb korszaka volt. Nincs más választása. 5 gyermeke van, idős édesanyja. Nem hiszem, hogy ők bármiféle fényes időszakot előbbre tartanának, mint az ön saját életét. Higgy el, jól ismerem a lázadó rebellisek sorsát. Bizonyára. De az én sorsom is jól ismeri Isten, akinek szolgálatába szegődtem. Neki nem hazudhatok. A hitelemet veszteném előtte. Prédikátor uram, ha nem tudnám, hogy okos, tanult ember, azt gondolnám, elment a józan esze. Isten sem akarhatja az öngyilkosságot. Márpedig ön a makacságával erre törekszik. Megdöbbenne, ha tudná, hányan tagadták meg ezt a fényes időszakot. És itt meakulpáznak a mi oldalunkon. Bizonyára. Hiszen excellenciád is jól tudja, milyen érzés átállni az egyik oldalról a másikra. Mit mond? Sokan emlékezünk még Széchenyi István közlekedési miniszter úr államtitkárára. A Batthyány kormányban. Megőrült? Mert csak annak tudható be ez a merészség. Vegye tudomásul, hogy amikor én abban a kormányban tevékenykedtem, akkor alkotmányos monarchia volt. Amit aztán a maguk fantaszta Kossuthja vitt el a legrosszabb megoldásig, az egész ország sorsát kockáztatva hiú álmai kiélésére. Úgy látom, ez a hiúság önre is átragadt. Elvesztette a józan ítélőképességét. Soron kívül ide engedem, hogy megpróbáljak magának segíteni. Maga meg arcátlanul leárulóz. Nem hiába emlegetik Kossuth papjaként. Akkor tudja mit? Maradjon örökre az. Vigyék el! Legközelebb csak a tárgyalásra akarom látni. Kedves Jankám, te csodálhatod a virágokat a kertünkben, melyeket annyira szeretsz. Láthatod a puszta hortobágyot, az erdélyi fenyveseket, a zöldellő mezőket és magas hegyeket. Bejárhatod a hazádat, és szabadnak érezheted magad. Ám tudnod kell azt is, hogy ez még nem az igazi szabadság. Az igazi szabadság az, ha képes vagy vállalni hitedet, még akkor is, ha börtönbe vetnek érte. Ha tudod, hogy talán nem is a közvetlen családodnak, csak az utánad következő nemzedéknek lesz jobb, akkor már nem volt hiába való az életed, hiszen a hazádat szolgálod. Mert a haza nem csupán hegyekből, mezőkből és elhalt őseink hagyatékából áll. A haza, az te magad is vagy. Te alkotod a hazát. Te és sok százezer magyar hazafi. Püspök uram, kegyelmed nekem nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy ez a pap már megjuhászodott a levert lázadás után. Ám a kihallgatása mégsem ezt bizonyította. Hogy értsem ezt, excellenciás uram? Mivel váltotta ki az ön neheztelését? Neheztelésemet? Ki fogom végeztetni?
Sokan tudják rólam, hogy egykor a Batthyány kormány államtitkára voltam, én ezt sose tagadtam. De az mégiscsak elképesztő, hogy épp az a vádlott vágja ezt a fejemhez, akinek én segíteni próbálok, és burkoltam bár, de le is árulóz. Meggyőződésem, hogy ezt nem így értette, hanem inkább a nagy reményekkel teli kezdetekre gondolatot vissza, amikor még együtt volt az ország. Védje, csak védje, még egyáltalán szabadon teheti. Mert ha jól belegondolok, püspök úr, önnek is akadna velünk elszámolni valója. Nekem? Igen, magának. Nem önök írták a 12 pont mintájára ezt a debreceni kérelemlevelet? Tessék, egyházi és iskolai szükségletek állami fedezése, hitfelekezetek közötti egyenlőség, általános lelkiismereti szabadság. Sorolja még! Önként írt körleveleket a tiszántúli lelkészeknek, hogy a szabadságharc mellé álljanak. Nem emlékszik, püspök úr? De hagyjuk ezt. Nem ön vár most ítéletre, hanem egy paptársa, akinek a büntetése nem lehet kétség. Excellenciás uram, könyörögve kérem! Hagyja abba! Magára is ez várhat. Könyves Tóth Mihály lázító pap, aki egymaga többet ártott a császáriaknak, mint 10 honvéd regiment. Legenyhébb büntetése is csak a halál lehet. Kegyelmes uram, könyörögve kérem, excellenciát! Álljon fel! Ez méltatlan önhöz! Vagy azt hiszi, ebben én döntök egyedül? Nem, püspök uram, nekem is van feljebb valóm. Hajnau ő főméltósága személyesen. A végső döntést úgyis ő hozza meg. Én csak segíteni akartam maguknak. Most pedig arra kérem, menjen haza, és felejtse el ezt a jelenetet. Mindkettőnknek jobb lesz így. Úgy volt, hogy csak később szállítják a nagy tiszteletű urat Pestre, de Zicsi gróf úr másként döntött. Az okát nem közölte velem. Én sejtem, de most már mindegy, előbb-utóbb úgy is oda szállítottak volna. Kívánom kegyelmednek a mielőbbi szabadulást. Addig is gondoljon rám jó szívvel, még ha ilyen körülmények között is találkoztunk. Erről egyikünk sem tehet. Vár, nagy úr. Isten megáldja. Kegyelmedet is. Kennek is köszönök mindent, Károly. Főleg az emberségét. Nem volt nehéz egy olyan ember iránt, mint ön. Őrizze most már a kegyelmes Isten. Uram, kérlek téged, ha engem választottál szabadságunk profétájának, adj hozzá elegendő erőt, hogy betölthessem küldetésemet, hogy továbbra is téged és a magyar népet szolgálhassam. Védj oltalmadba minket, mert nélküled elveszünk. Uraim, hoztam önöknek egy új lakót. Miska! Hajdú Lajos! Barátaim, bemutatom nektek Könyves Tóth Mihály, debreceni református lelkészt. Földi János, a nagyváradi vésztörvényszék egykori bírája. Jakab Mihály vagyok, János mellett tevékenykedtem, ülnökként. Mars József, katolikus plébános. Nagyon örülök, hogy megismerhetlek. Sokat hallottam róla Debrecenben is. A cikkeidet is olvastam. Nem csak te, a bíráim is. 20 évet kaptam értük. 20 évet? Jóska legalább már túl van a tárgyaláson.
mi még előtte. A mellettünk lévő helységben gróf Batthyány Lajos őrzik. Csak nem gondoljátok, hogy hozzá mernek nyúlni? Ezektől minden kitelik. Bármit megtehetnek, és meg is tesznek. Én semmi jóra nem számítok. Ha még a miniszterelnököt is meghurcolják, mit várhatunk mi? Ha Jóska katolikus plébánosként 20 évet kapott, mit kaphatok én, aki a nagyváradi vésztörvényszék bírája voltam? Golyót vagy kötelet, melyiket szeretnéd? Bilincsben akarsz lenni még vagy 40 évig? Akkor inkább a halál. Úgy beszélsz a halálról, mintha az valamiféle megváltás lenne. Én még szeretném látni a családomat. De hogyan? Nyomorogva? Megalázva? Félelemben élve? Nem lesz ez mindig így. Nem lesz. Mindennek vége szakad egyszer. Mindennek rendelt ideje van. Ideje van a sírásnak és a nevetésnek. Ideje a gyűlöletnek és békességnek. Minden elmúlik egyszer. Elmúlik ez is. De mi múlik el? Ez az őrület. Egyszer az utódaink majd egy boldog Magyarországon élnek. Úgy legyen. Barsi József, szedje a holmiát, Olmützbe vitetik! Jó napot kívánok, méltóságos ura! Jó napot kívánok! Elnézését kérem, hogyha megzavartam volna gondolataiban. De úgy gondoltam, nem mehetek el méltóságod mellett úgy, hogy ne köszöntsem önt, miniszterelnök úr. Könyves Tóth Mihály vagyok, Debrecenből. Ó, nem ön az, akit a nép Kossuth papjaként emleget? Illettek ezzel a titulussal is, de én azért megmaradtam Isten papjának. Valamivel csak kiérdemelted ezt a jelzőt. Azt hirdettem az embereknek, hogy Isten után a legfontosabb a szabadságba vetett hitünk. Azt igen jól tetted. Hit nélkül semmi sem megy. Úgy van, méltóságos uram. Hinni kell. Ez belső parancs. Megvan írva Ézsaiás könyvében. Megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, hogy minden igát széttépjetek. Akkor majd felhassad, mint hajnal a te világosságod. Olyan leszel, mint a megöntözött kert, mint a vízforrás, amelynek vize el nem apad. És akkor újraépítik fiaid a régi romokat, hogy ott lakhassanak. Úgy látom, te a mi felszentelt papunk is voltál, sőt, az vagy most is. Megtisztel, miniszterelnök úr. Azonban nekem már egy másfajta szabadságon jár az eszem. A halálra gondol, gróf úr. Az nem lehet, hogy Magyarország miniszterelnökét... Mindent lehet. A francia forradalomban a királyt is lenyakasztál. Na de hát önt is. Nem én vagyok a fontos. Én csak egy fogaskerék vagyok a nagy gépezetben. Nézd az embereket. Úgy járkálnak itt fels alá a börtönudvaron, mintha élet és halál között korszóznának. Akár ez az ország. De én úgy érzem, mégsem volt hiába való felemelni a fejünk. Mert mindig lesznek új Kossuthok, Petőfik és Batthyány Lajosok is. Újak, amíg ebben az országban élnek magyarok, szomjasan, éhesen, szellemükből kifosztottan. Soha nem győzhetnek azok, akik velünk együtt legszívesebben az egész nemzetet pitófára küldenék. Mert a testet megölhetik, de a lelket nem tudják bennünk térdre kényszeríteni.
áldjon meg az Isten. Velünk mindent megtehetnek? Mindent. Mi csak lőttünk a kétfejű sasra. De leteríteni nem tudtuk soha. Csak később tudtuk meg, hogy Batthyány Lajos agyonlövését megelőzte 13 főtisztnek a kivégzése is. Gróf Batthyány Lajos, mintha csak utánuk ment volna, hogy lélekben ismét együtt lehessen velük, odaát, abban a léten túli végtelen szabadságban. Először Földi Jánost és Jakab Mihályt kísérte bírájuk elé a főfoglár. Nem sokáig időztek ott, egy fertály órán belül megvolt a döntés. Mindkettőjüket kötél általi halálra és teljes vagyon elkobzásra ítélték. Aztán jöttem én. Könyvestót Mihály! Tárgyalás! Nagy tekintélyű törvényszék! Mielőtt ítélethozatalra kerülne sor Könyvestót Mihály államfogoly ügyében, tételesen ismertetném a rebellióban elkövetett cselekményeit. Ezredes úr! Feleslegesen pazarolnánk az időt erre. A periratokban minden benne van, és azokat volt alkalmunk alaposan megismerni. Azon kívül a lázító beszédei írásban is megjelentek. Valóban igaz, gróf úr, azonban engedjen meg egy megjegyzést. Könyvestót Mihály az aradi csatában is részt vett tábori lelkészként. Egy ott elhangzott temetési beszédéből idézek. A vérpatak, mely oly sok népből foly, vértengerré nő fel, és hullámával elsöpri az önkén zsarnokait. Ön mondta ezt? Igen, én. Ha csak ezt az egy mondatot emelem ki a sok eretnek gondolatból, amit összehordott, már az is felségsértés. A magam részéről be is fejeztem. Excellenciás uramnak van még kérdése a vádlotthoz? Igen, de csak azért, mert a törvény kötelez rá. Megbánta Könyvestót Mihály mindazon beszédeit, írásait, cselekedeteit, melyekkel a lázadásban részt vállalt? Gróf úr, ön pontosan tudja erre a válaszomat. Nem bántam meg semmit, amit nemzetem szabadságáért tettem, szóban, írásban és cselekedetekben. A bíróság ítélethozatalra visszavonul. Kér egy pohár vizet. Köszönöm, de nem vagyok szomjas. Nem is azért kell, hanem mert ilyenkor kiszárad az ember szájpadlása. A haditörvényszék 1849. november havának 30. napján ítéletet hirdett Könyvestót Mihály államfogoly ügyében. Nevezettet bűnösnek találta felségsértésben, lázadásban, a törvényes rend megdöntésére irányuló törekvéseiben, ezért őt kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítéli. Vádlott, tudomásul vette az ítéletet? Igen, tudomásul vettem. Mi az? Kegyelmed mosolyog ezen? Ma lettem 40 éves. Szép ajándékot kaptam önöktől. Vezessék el!
Vezessék el! De örülök nektek, fiúk. Hallottam, hogy kegyelmet kaptatok. 20 év vasban az nem kegyelem. De meséljetek, hogy történt? Haladni, uraim, haladni! A kivégzésre várva ér bennünket a hír, hogy a császár leváltotta Hajnaut. Az pedig viszonzásul megkegyelmezett minden még életben lévő halálra ítéltnek. Az újra lefolytatott tárgyaláson már csak vasban letöltendő börtönre ítéltek. Ez történt velem is. Velem is. És velem is. Oda se neki, fiúk. Éjjelre ezt leveszi rólunk a Kreuzinger, és sétásra lesz rajtunk a lábbilincs. Amikor az ítéletben elhangzott, hogy 20 év vasban, nem akartam felfogni. Haladni, uraim, haladni! Örülnek, hogy nem páncélban, ez legalább szellőzik. Jó reggelt, uraim! Jó reggelt! Jó reggelt, uraim! Te nem is sétálra, Miska? Nem, most inkább egyedül maradnék. Eszterkém, drága feleségem. Sokszor eszembe jut, megpróbáltál volna-e visszatartani az elmúlt időszakban a körülöttünk zajló eseményektől. Remélem megérted, hogy miért teszem, amit teszek. Hiányzom. Mindazonáltal legyen meg annak az akarata, akinek immár a közelében vagy. Jó napot, uraim! Lenni nagyon szépek! Látom, öntözni szolgalmas, nem hagyja elhelvadni. Kreuzinger úr, mi volt az a reggeli utasítás, hogy nem mehetünk ki a délelőtti sétára, de még a folyosóra sem? Ilyen még nem volt? Épp azért jönnél ide. Nagy nap ez a mai. Mert császár itt tartózkodik épület belül. Meglátogatni önöket is. Őfessége kívánni azt, hogy lánc senki ne legyen. Ez aztán a meglepetés. Uraim, hányadika is van ma? Augusztus 13-a. Augusztus 13-a. Ma van a világosi fegyverletétel évfordulója. Hát, hogy ne volna nekik ünnep. Még a cáratyuskának köszönhetik is. Herr Predikant! A lánc! A lánc! Ön nem tudta, hogy ő felsége ez alkalommal eltekint a lánc viselésétől? De. Tudtam, kérem. Akkor miért van mégis magán? Mert ami ő felségének a korona, az nekem a bilincs. Ha nélküle jelenek meg, akkor nem tisztelem eléggé a császárt. Akitől én ezt bizonyára kiérdemeltem. Wie ihre Hochheit die Krone ist ein Schmuck ist die Fesse. Sagt, habe es von Ihnen verdient. Gut, danke. Hogy merted ezt megtenni, Miska? Nem kellett hozzá nagy bátorság. Tőle kaptam, nem?
Drága Janka, szabad emberként is jó társaságnak tartottam a könyveket. Hát még itt a börtönben. Byront olvasok, több versét is lefordítottam már. Örülök, hogy tanulni kezdted az angolt. Nagyon várlak titeket. Könyves Tóth Mihály! Látogató itt vannak. A viseltes helyett ezt kapod. Próbáld fel. Mintha mindig is az enyém lett volna. Köszönöm, Antal. Ne nekem köszönt. Janka ötlete volt. Kislányom, de jó látni téged. Szép vagy, leányom. Kreuzinger le nem veszi rólad a szemét. Hadd nézzen, ha kedve tartja. Akad már valaki, akire én is szívesen visszanézek. Igen. És ki az? Egy kolozsvári tanár. Sámi Lászlónak hívják. Gyakran megteszi az utat Kolozsvártól Debrecenig, csak hogy a közelemben lehessen. Aztán milyen tanár az? Hát, rendes, szolid úriember. A forradalom alatt is olyan? Olyan. De azért a kormányzó úr jó néhány megbízatását teljesítette Erdélyben, mivel a magántitkára volt. Értelek, Jankám. Hát ilyen visszahúzódó szelíd embernek, ugye, nehéz ellenállni. Kedves apám! Azért jó, hogy legalább mi ketten együtt maradtunk. Ha innen is tovább visznek. Ezen már negyötörd magad, Lajos. A múltkor azt álmodtam, hogy állok a katedrán, és beszélek a diákjaimnak. Amíg álmodunk, szabadok vagyunk. Könyvfest ott, Mihály! És Hajdú Lajos! Ő felsége Ferenc József! A Habsburg Birodalom kegyelmes császárának akaratából! 1856. április 6-án amnestiával szabadul. Tiszteletes úr! Tardos Péter, strázsamester, az aradi nemzetőr századból. Szívből örvendek, hogy ismét itt köszönhetem Debrecenben. Jó látni Kendet. Kendet is. Messze járt? Nagyon messze. De hát hazaérkeztem.